Annyi minden elhangzott már a mai napon, és én azt gondolom, hogy eléggé megközelítettük a megvilágosodás állapotait. Szoktam használni azt, hogy bizony-bizony nincs más út, csak a tudatosság útja, az összes más az hiába valóság. De hát felmerülhet benned a kérdés, hogy vajon miért is vagyunk itt, és mit keresünk itt. Ebben a létben, ebben a tudatosságban, amit most az ember tudatosságának nevezünk, mi az értelme, mi a célja? Nagyon egyszerű a képlet, az élet értelme nem más, mint önmaga. Az élet értelme maga az élet, és bármennyire fura, ezt megteszi akár az élet árán is. Ez egy csodálatos és egy gyönyörű áramlás, ami két lehetőséged van, vagy átadod magad, szoktam mondani, hogy hagyd magad és előbb szabadulsz, vagy ha nekiállsz kapálozni, bizony-bizony a mélybe fog rántani téged. Tehát az élet értelme maga az élet, de hát miért is vagy itt? Egyetlen egy okból vagy még itt, hogy érezd jól magad. Szoktam használni, hogy érezd pofátlanul jól magad. Hogy áradjon ki mindenki felé, embertársaid felé, hiszen a legnagyobb érték, amit adhatsz, az nem más, mint önmagad. És hidd el, hogy ha jelen vagy, akkor minden pillanatban, minden pillanatodból kiárad belőled az, ami vagy, az, aki vagy. Ezért nem kell tenned semmit. Amiért tenned kell, az mindig a hiány állapota. És hát miért is tennéd? De ugorjunk egy kicsit visszább, de hát a dolgok elejére. Miért is érkeztél? Oly határtalan volt a vágyad, hogy ide gyere, és senki, de senki nem kergetett téged vasvillával. Te döntöttél így. A te vágyad kezdte el besűríteni önmagát, amíg meg nem érkeztél ide a fizikai sík, fizikai önvalódba, hogy miért? Azért, hogy változtass. Ugyanis változtatni csak itt a fizikai síkon lehet. Van még egy másik oka, amiért oly határtalan volt a vágyad, mert annyira szerettél volna megtapasztalni mindent, és bizony megkaptad ezt a lehetőséget, és megkaptad azt a kegyelmet, hogy teljes önvalódként tapasztalhatsz meg mindent, a létezés teljes aspektusában, a teljes határtalant. Lehet, hogy volt idő, amikor ott csücsükéltünk a felhő szélén angyali minőségünkben, és arról beszélgettünk, hogy vajon milyen lehet egy érett eper íze, zamata eszenciája? Hát elmondhattam volna neked, megbeszélhettük volna jól, de választhattam azt is, hogy tudod mit? Úgysem tudom úgy elmondani, gyere és tapasztald meg te saját magad. Eredendő teremtettségünk a határtalanság állapota, ami azt jelenti, hogy nincsenek határaid és akadályaid, ha vannak, nem rajtad kívül vannak, hanem te benned vannak, azaz te létezteted, és már is van egy jó hírem, hogy minden, amit benned van, minden, amit önmagadban léteztetsz, akár ebben a pillanatban képes vagy megváltoztatni, hiszen benned van az a készség, hogy képes vagy másképp látni a dolgokat. Képes vagy másképp látni a dolgokat? A magyar nyelv oly csodálatosan kifejezi, hogyha én megalkotok egy képet, akkor mit kapok még ezzel párhuzamosan? A képességemet. Képes vagy bármilyen képet megalkotni? Akkor képes vagy bármilyen képességet megteremteni. És ha megérted ezt, hogy elkezded ízlelgetni, akkor bizony ez már maga a határtalanság állapota. Éppen ezért arra kérlek téged, hogy most ebben a pillanatban, hiszen nem kell ehhez idő az elméhez tartozik, ugyanúgy illúzió. Alapvető teremtettséged az időtlenség, azaz az öröklét állapota. Tehát akár most ebben a pillanatban képes vagy a belső képeid összességén változtatni, nem kell más tenned, lásd másképp a dolgokat. De miért is kellett idejönni, ide a fizikai síkra, a földre, ebbe a duális világba, ahol a dolgok kettősségeikben vannak? Hiszen megint, ha visszatérek az örökké valóságba, ahol határtalan fény és fény vett téged körül, és bizony annyira vágytál, hogy megtapasztald az önmagad fényességét, de megláthatod-e a határtalan fényben az apró pici gyertya ragyogását? Megláthatod-e a határtalan fényességben a benned ragyogó fény ragyogását?
Bizony ahhoz, hogy tudd, hogy ki vagy, ahhoz, hogy megláthassd az önmagad fényességét, el kellett, hogy gyere a sötétséghez, a sötétségbe. Ne átkozd a sötétséget. A dolgok kettőségében kell, hogy legyenek. Ahogy a dolgok önmaguk által sem nem rosszak, sem nem jók, egyik sem, azaz mindkettő. És bizony te határozod meg a dolgokat, hogy milyen képet alkotsz róluk, ahogy nem élheti senki helyetted az életedet, ahogy nem lehet helyetted senki boldog, ahogy eddig választottad a boldogtalanságot, a nélkülözést, a hiányt, ahogy a dolgok kettőségükben állnak, ugyanúgy hatalmadban áll most elkezdeni mást választani. Van egy dolog még, amiért ide érkeztél, ma már elhangzott többször, meg kell tanulnod dönteni és választani. Ahogy ez az élet is a te választásod volt. Igen ám, de nem nagyon értjük ezt, hogy mi is az, hogy dönteni és választani. Alapvetően az emberek 99%-ának a működése egy hármasságban történik. Valamit gondol, egészen mást mond, és teljesen más, amit cselekszik. Na most hát ez így nem megy. Nem verheted át sem önmagad, sem a létezést. Hidd el, hogy az egész létezés mindent tud rólad. Meddig akarod még átverni önmagad? Itt az idő, hogy őszinte legyél legalább önmagadhoz. Azért érkeztél, hogy megtanulj dönteni és választani, és az a dualitás, az a kettőségek tükrébe felajánl neked egy határtalan lehetőséget. Méghozzá azt, hogy nem tudsz egyszerre kettőt választani. Viszont ha a kettőségből valamit választasz, ezzel alapvetően kizárod a másik oldalát. Rendelkezel egy határtalan eszenciával, ami mindig veled van, és soha nem kell menned sehová, nem kell kiszaladnod a sufniba, a polcra, hogy leemeld. Ez nem más, mint a figyelmed. A figyelmed eszenciája úgy működik, hogy ahová a figyelmedet fordítod, az energiák odáramolnak. Ahová a figyelmedet fordítod, ott a dolgok változásnak indulnak. Ahová a figyelmedet fordítod, ott a dolgok növekedni kezdenek. És van még egy jó hírem, hogy nem lehet veszíteni, nem tudsz visszaesni. Képtelenség, lehetetlen. Hiszen az egész létezés tendenciája a folyamatos növekedés, az áramlás, hiszen ez a pillanat több az előzőnél, és a következő pillanat több lesz ennél a pillanatnál. Itt az idő, hogy átadd végre magad az áramlásnak. Megtanulj választani. A választásoddal és a figyelmeddel nem kell más tenni, csak fordítsd oda a figyelmedet azon dolgok felé, amelyeket megtapasztalni szeretnél. Hiszen minden belőled indul ki gondolati formában, majd elhagy ez a gondolat téged. Minden gondolat elementáris erővel rendelkezik, amellyel megteremti az önmaga létéhez szükséges minden lehetségességet, amikor elhagyott téged, megteremti önmagát, ennek eredményei lesznek, hogy visszáramoljon hozzád. Tehát nincs más dolgod, mint dönteni és választani, és a választásod irányába fordítani a figyelmedet. Már érted és tudod, hogy ahova a figyelmedet fordítod, ott bizony elindul a változás, a növekedés. Megfigyelted, hogy az embertársaink 99%-a hol tartja, mint tartja a figyelmét? Azon dolgok összessége felett, amit nem akar. Mi történik ilyenkor? Folyamatosan teremti mindennek létjogosultságát, igazát, hogy ezt tapasztalja meg, amit nem akar, hogy igaza legyen. Hát bizony, itt az ideje végre elfordítani a figyelmünket arra, amit akarsz. Kétféle embertípus létezik ezen a földön. Az egyszerű ember, vagy egyszeri ember, és a mester. Mi különbözteti meg az egyszerű embert a mestertől? Látszólag semmi sem különbözteti meg. De egy dolog mégis megkülönbözteti, hogy még az egyszerű embert a környezet és a körülményei uralják, addig bizony a mester uralja az önmaga körülményeit és környezetét. Hatalmadban áll változtatni, akár most ebben a pillanatban. Ha feltenném a kérdést, ó, mondd, mit választanál? Lehet, hogy oly sok életen keresztül élted már az egyszeri vagy egyszerű embert.
Itt az ideje végre, hogy elfordítsd a figyelmedet a mester oldalára, hogy végre kezedbe vedd a sorsodat, a döntéseidet. Hogy a létezés alapvetően a dolgok összességében sem nem rosszak, sem nem jók, az az egyik sem, az az mindkettő. Tehát te határozod meg mindazt, amit megtapasztalsz. Ahogy eddig választottad azt, hogy minden nyűg, baj, nehézséggel jár, csodálatos, hogy a dualitásban mindennek van egy másik oldala. Hidd el, hogy a teremtésben semmi, de semmi nem erőlködik. A teremtést áthatja a könnyedség és a gyarapodás. Sejtszinten kódolva van beléd a regeneráció, a gyógyulás, a kiteljesedés állapota. Csak nem gondolod, hogy a sejtjeid olyan balgák lennének, hogy tök jól érzik magukat a betegségben, rákban, egyéb dolgokban? Á, nem. Minden időd el a gondolataidban. Ahogy képes vagy arra, hogy képet alkoss, ugyanúgy képes vagy, hogy ebben a pillanatban megváltoztasd a gondolataidat. Abban a pillanatban már egyé válsz az áramlással, azzal az áramlással, ami oly határtalan növekedést indít el az életedbe. Hiszen minden a tökéletesség és a teljesség felé törekszik. A létezést áthatja a könnyedség. Láttál te már erőlködni madárkát, hogy repüljön? Vagy erőlködni egy magocskát, hogy kinőjön? A madár átadja magát a szárnyalásnak, a magocska pedig megengedi magának, hogy megtörténjen vele mindaz, aminek meg kell történnie. Mi történhet vele? Ha feltételek összeállnak, akkor növekedésnek indulnak, és határtalan gyümölcsöt ontó fává terebélyesedik. Nincs visszaesés, add át magad az áramlásnak, add át magad a jelenlétnek. Tudatosítsd magadban, hogy semmi, de semmi olyan nem történhet veled, ami ártalmadra vagy károdra lenne. Egyébként is te választottad ezt az életet, végignézted. És amikor végignézted még a születésed előtt, azt mondtad, hogy ez jó lesz. Itt az ideje, hogy végleg elengedd a félelmeidet. Oktalan, értelmetlen, illúziók összessége. Itt az ideje végre, hogy elinduljon benned a növekedés. Hogy érezd jól magad, nem kell más tenned, csak döntened és választanod. Akár ebben a pillanatban meghozhatod azt a döntést, hogy mostantól minden tettem, cselekedetem könnyedséggel jár, és örömömet lelem benne. Persze most felmerülhet benned az a kérdés, hogy de hát takarítok, mosok, vasalok, mosogatok, stb. Ne tedd, ha nyüggel jár. Vagy válaszd, hiszen a te döntésed az, hogy a mosogatásból meditációt, a takarításból táncot csinálok. Hidd el, hogy ebben a döntésedben elkezd emelni az energiaszinted, a rezgésszinted. Ebben a döntésedben nem csak a rezgésszintet kezd emelkedni, hanem beindul benned a regeneráció, a gyógyulás folyamata. És mivel az egész létezés rezgés alapú, azt fogod vonzani, ami a te belső világodban rezeg. A világ nem rajtad kívül van, te benned van, te létezteted, hiszen az érzékszerveid felfogják mindazt, ami önmagadban áll össze egy képként. A szemed felfogja a fényimpulzusokat, eljuttatja az agyadhoz, de ki az, aki látja? Nem a szemed. Ha hallgatsz egy zenét, nem a füled hallgatja. Tudnod kell feltenni azt a kérdést, hogy ki az, aki hallgatja a zenét, ki az, aki él, ki az, aki jelen van, ki az, aki örül, és ki az, aki boldog. Túl kell lépned az illúzióidon. A fizikai sík elérkezett, és elérkezik rövidesen egy olyan pontjában, évek óta érkeznek azok az üzenetek, hogy elmével fel nem foghatjátok mindazt, ami következik, hogy egy olyan átmenetben lesz részünk, amelyben végleg bezárul a kettősség, a dualitás, és megint ne átkozd és ne ítéld meg, hogy mi zajlik a földünkön. Persze, ha a teremtő lenézne az égből, akkor azt mondaná, hogy hát gyerekek, nem ezt teremtettem alapvetően, hogy ilyen lett ez azért, mert ezért tettétek. Ne ítéld meg ezeket a dolgokat, hiszen azt is mondaná a teremtő, hogy mi az, amit elveszíthettek.
a formákat, a fizikai testeteket, de hát a lelked örök. Azt is mondaná, hogy bizony mennyi nélkülözése van még szükségetek ahhoz, hogy végre ébredjetek, felébredjetek, hogy végre ráébredjetek arra, hogy kik is vagytok valójában. Már megértetted, hogy ehhez nem kell idő, akár ebben a pillanatban megváltoztathatod az önmagadban alkotott képet. Szeretem mondani azt, hogy tudatosítsd most magadban, hogy minden most kezdődik el. Engedd el a múltat. Ahogy a létezést áthatja a könnyedség, ezt te is tök könnyedén meg tudod tenni. Engedd el a ragaszkodásaidat, de legfőképpen a ragaszkodásokhoz való ragaszkodásaidat. Nagyon sok esetben már azt sem tudjuk, hogy mihez ragaszkodunk, de ragaszkodunk. De hol van az a részünk, aki mindezt teszi, aki benne tart az illúzióba, bizony az elménk, a gondolataink összessége. De hát te nem az elméd vagy, nem a gondolataid vagy. Az elméd és a gondolataid ugyanúgy egy mechanizmus, mint a szemed, a látásmechanizmusa, vagy a füled, azaz a hallásmechanizmusa. Aki te vagy, mindezen túllétező részed, aki mindig is volt, sohasem született és sohasem halt meg. Azért érkeztél, mert oly határtalan volt a vágyad, hogy tapasztalj, és most ismerd fel a kegyelemnek azt a részét, hogy bizony minden megteremtődött, és amikor megszülettél, csupaszan érkeztél, már minden rendelkezésedre állt, semmiért, de semmiért nem kellett fizetned. Jobban mondva, egy csere alapot kér tőled a teremtés, ez pedig nem más, mint a te örömed. Alig várja végre a teremtő, hogy osztozhasson a te örömödben. Emlékszel arra, amikor valakinek vettél egy nagyon apró, pici kis ajándékot, és mi határtalan volt számodra az ajándék, hogy osztozhattál az ő örömében, hogy együtt osztozhattatok mindebben. A dolgok könnyűek, ahogy mindent áthat a könnyedség. Nincs más dolgod, mint elengedni végleg a kettőségeid összességét, elengedned a múltat, hiszen ha belegondolsz, a múlt már halott, megtörtént, nem tudsz változtatni rajta. Ha nem tudsz változtatni rajta, akkor pedig miért aggodalmaskodsz? Tudatosítsd magadban, hogy a múltban minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Ezt valahol tudod, ha úgy mélyen belegondolsz a dolgokba. Mert ha nem így történt volna, akkor nem lennél itt, ahol vagy. És egyébként meg miért aggódsz a jövőért? Mi is a jövő? Nem más, mint az előtted álló lehetőségek halmaza. Engedd el az aggodalmadat. A jövő nem más, mint a jelenléted eredménye, tehát most vagy a jövőd szempontjából, a jövőd múltjaként. Mi is a jövő? Amit most elvetsz, bizony ezt fogod aratni. Ha kettőségek és kétségek között éled a mindennapjaidat, akkor ezek fognak növekedni. Ráadásul még rajta is tartod a figyelmedet. A gondokat nem lehet megoldani, ne is akard megoldani, mert ha megoldani akarod, akkor a figyelmed által növekedni fognak, de el tudod engedni. Tehát engedd el a múltat minden aspektusával együtt, elég csak a tudatosítás, hogy mindennek így kellett történnie. Ne aggódj a jövő miatt, egyébként is végignézted már az életedet. Elég, ha csak tudatosítod magadban, hogy egy csodálatos és gyönyörű utazásban van részed, azért vagy itt, hogy jól érezd magad, hogy örömödet leld mindabba, ami itt van, amit készen kaptál, hiszen hogy kezdődik a Biblia? Megteremti az eget és a földet, a növényeket és az állatokat, és belé helyezi magát az embert, hogy uralkodjék fölöttük. Egy átmenetben vagyunk. Élvezd ezt az utazást. Milyen érdekes, hogy folyamatosan az állandóságot keressük. De lehet-e állandóság? Hiszen ha a világodban minden rezeg pulzál mozog,
Nem beszélve arról, hogy a sejtjeid folyamatosan változnak, ebben a pillanatban is nagyon sok sejtet távozik, és nagyon sok sejtet születik. Tehát mi az állandóság? A folyamatos változás. Akkor nincs más út, mint hogy hagyd magad, előbb szabadulsz, kezd el élvezni ezt az utazást. Szoktam mondani ismerőseimnek, akik már agyon aggódják magukat, hogy most nem értelek téged, holnap, ha befizetlek egy Grand Canyoni útra, és akkor még így ráadásként még Hawaii-ra és utána elrepülhetsz, akkor te most aggódsz ettől? Akkor miért aggódsz ettől a földi utazástól? Hiszen oly határtalanok a lehetőségeid, te határozol meg mindent. Nem kell más tenned, mint könnyedén meghoznod a döntésedet. Persze ez a döntés nem lehet más, csak a visszavonhatatlan döntés. A visszavonhatatlan döntésben nincs benne az a hármasság, hogy valamit gondolok, valamit mondok és más cselekszem. Most képzeld el, hogy ott állsz a szakadék szélén, már lendítenéd az egyik lábadat, meg kell, hogy hozz egy döntést, és ha meghoztad a döntést, biztos vagyok benne, hogy visszavonhatatlanul megváltozik az életed. Meg kellene tanulnunk ezt a döntést, befejezni az önmagunk felé történő himihumizást, elhelyezkedni a jelenlétbe, nem foglalkozni a múltba, múlttal, elengedni a jövő aggodalmainkat. Hiszen ha nem csinálsz semmit is, célba fogsz érni, mert minden, az egész létezés fénysebességgel tágul most ebben a pillanatban is, és vele tágulsz te is. Az egész létezés alapja a növekvés. Tehát engedd a növekvést. Engedd, hogy megtörténjenek a dolgok. Ez a tudatosság egy átmenet, amit végleg magad mögött kell, hogy hagyj. Tudjuk már, a fizika, a tudomány végre megértette, hogy a legkisebb részecske már nem az anyag, hanem maga a rezgés. Nem talált, hiába ment még beljebb, még mélyebbre, nem találta meg a megfogható részét. A legkisebb részecske maga a rezgés, de mondhatnám úgy is, hogy a legkisebb részecske maga az adat, tehát minden gondolati konstrukció egy átmenetben vagy, amely átmenetben te még nem vagy, majd csak leszel. Már beszéltem a múltról és a jövő lehetségességeiről, de ha feltennénk a kérdést, hogy oké, rendben van, hol van az életem értelme, már értem és tudom, hogy a múlt halott, de hát ha vannak lehetségességeim, és mivel itt vagy és élsz és létezel, ezért önmagaddal hordozod a létezésed által az összes lehetségességedet, és most képzeld el, hogy már valahol rég átlényegültél. Mi van, mi történik? Nem vagy más, mint a jövőbeli énednek a múltja jelen pillanatban. Hívhatjuk felettes énnek is. Ő nem avatkozhat bele a te szabad akaratodba, viszont ha te itt kéred, mivel minden érte történik, és ha most megfordítanánk és megkérdeznénk őt, hogy mit szeretne és mit akarna, akkor bizony azt válaszolná, hogy nem szeretne mást, mint hogy te a lehető legrövidebb időn és úton belül elérd őt. Már annyit kószáltál minden irányba. Add át magad a jelenlétnek, a létezésnek, leld örömödet ebben az áramlásban, hiszen semmi, de semmi nem a tiéd ebből a világból, de ez nem jelenti azt, hogy ne alkalmazd a dolgokat. Megint csak a ragaszkodásaink, mert meg kell tartanom, meg ha elveszítem. Elveszítheted-e azt, ami soha nem volt a tiéd? Annyi energiát elpazaroltál már a figyelmed által. Add át magad a könnyedségnek. Engedd a változást, engedd az emelkedést. Ahogy csupaszan születtél, nem hozhattál magaddal semmit, hidd el, nem vihetsz magaddal semmit. Jobban mondva, amit magaddal vihetsz, az a te belső világod, mindaz, amit megtapasztaltál.
Azért vagy itt, hogy megtanulj végre dönteni, választani. Egyben, hogy szülessen benned a szeretet, ez az új minőség, amiben hív téged az új haza, az új világ, az új föld, de hát bizony át kell bújnod a tűfokán, és magad mögött kell hagynod minden anyagi illúziót, hogy tudsz átbújni a tűfokán, egyetlen egy módon, csak ha energiaként gondolsz önmagadra. Abban a pillanatban képlékenyé válsz. Már most is létezik ez benned, aurának hívják, vagy esetleg éterikus testnek is mondhatjuk. De tudjuk, hogy nem csak a fizikai testedből állsz, vannak további testeid is, hiszen vannak gondolataid, vannak érzéseid. A gondolataid összessége is létrehoz egy testet, az érzéseid, érzelmeid összessége is fölépít létrehoz egy testet, így beszélhetünk fizikai, asztrális és mentális testekről, és a három testet átszövi egy nagyon finom fluid, egy éterikus energia, az étertested. Na, ő az, aki érkezett, ő az, aki majd távozni fog. Az alatta lévő három test a maga síkjára be fog sorolódni, és szépen ott fel fog oldódni. Ami porból vétetett, az porrá fog válni. Ahogy nem a gondolataid vagy, és nem is az érzéseid vagy, valami, egy apró, pici, vakítóan fényes fénypont érkezett és sűrűsödött be. Ez a fénypont, ez névtelen és nemtelen és androgén. Persze mondhatod sokszor, vagy többször lehetett, hogy mondtad fölfelé nézve az égnek, hogy miért nem segítetek angyalok. Azért nem segítenek, mert nem is értik, hogy miért kellene, hogy segítsenek. Ugyanis föntről, ha most lenézhetnél és megpillanthatnád önmagad vagy embertársaidat, akkor olyan határtalanul csodálatosnak látnád. Egy egyedi és megismételhetetlen csodaként vagy jelen, hiszen olyan új lenyomata, mint neked, nincs még egy ezen a földön, és olyan írisze szeme, mint neked, nincs még egy ebben a világban. Tehát fogadd el önmagad. Az angyalok, amikor lenéznek, és mondják, hogy de gyönyörű az a kis bukdácsoló, mit tudom, júj, nézd meg, milyen gyarló, ú, de gyönyörű. Ne ítéld meg a dolgokat. Minden, ami születhet, az meg fog születni. Minden, ami felmerülhet, az fel fog merülni. Ettől olyan határtalanul sokrétű ez a világ. Ha nem így lenne, akkor úgy unatkoznál, hogy nem tudnál mit kezdeni vele. Itt az ideje, hogy élvezd a dolgokat. Tudatosítsd magadban, hogy minden most kezdődik el. Amikor felkelsz innét, és elindulsz hazafelé, jelzd el azt, hogy most találkozol először mindazokkal, akik az életed tereiben embertársaidként, szeretteidként veled vannak. Légy nagyon nyitott, érdeklődő, még azt is hozzá szoktam tenni, hogy sebezhető. Mert ki az, aki megsebződhet? Csak az elméd, az egód. De hát az elméd sem te vagy, az ugyanúgy a testedhez tartozik. De mégis nagyon fontos részed, mert bizony itt születik a tudatosság. Tehát azért vagy még itt, hogy szülessen benned a szeretet. A szeretet születése az érzés maga. A szeretet születése a plexus szolár aljában születik, a keletiek harának hívják, és bizony engedd, hogy szülessen az érzés, engedd, hogy szülessen az öröm állapota, hiszen ez fog növekedni benned, és túlcsordulni abban az állapotodban, amelyben létrehoz egy töbletet. Ez a töblet elindítja benned a megosztás készségét, és oly határtalanná válik a töblet, amelyben mindig meg kell osztanod, mint ahogy a felhő megszabadul az életet adó esőtől, amikor elered és megkönnyebbül, azért, hogy újra töltődhessen. Tehát ez lenne a dolgod, és ez lenne a feladatod ebben az itt létben.
Kezd el, add meg magadnak, hogy hatalmadban áll most ebben a pillanatban másképp látni a dolgokat. Egy picit emlékezz arra, hogy hogy érkeztél ide. Add meg magadnak azt a lehetőséget, hogy teljesen másképp távozz. A világ egy nagyon nagy változás előtt áll. Ne foglalkozz a félelmekkel és a kettősségekkel. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy szinte kezdjél el ünnepelni, mert az indul el, ami eddig még soha nem történt meg a létezésben és a teremtésben, hogy végleg bezárulnak a duális világok. Nem tud már még nagyobb lenni a kettősség és a kétség. Elérte a maximumát, amiből az átalakulás már csak az egység állapotába tud megtörténni. Mivel a világ nem rajtad kívül van, hanem te benned van, azaz te létezteted, vagyis nem más a világ, mint a világról alkotott képeid összessége, ha segíteni akarsz a világodnak, ha szeretnéd megváltani a világodat, akkor nem tudsz semmit kifelé tenni, ahogy kifelé semmit nem uralhatsz, semmi nem a tiéd, de nem jelenti azt, hogy ne alkalmazd a dolgokat, viszont hatalmadban áll önmagadon belül bármit megváltoztatni most ebben a pillanatban. Ne halogass, hiszen az élet oly értékes. Most éled az életedet. Ez a pillanat áll rendelkezésedre. Merülj el, add át magad ennek a csodálatos áramlásnak, ami eddig lehet, hogy mivel kapáloztál a mélybe rántott, de ugyanez az áramlás, hogyha most átadod magad, akkor nagyon lágyan, finoman átkarolva utaztat végig az egész létezésen keresztül. Hogy fényből teremtődtél, sűrűsödtél be, és fényből születtél, ott van benned a fény. Nincs más dolgod, mint hogy fordítsd felé a figyelmedet. Engedd növekedni. Valamint fordítsd a jövőbeli éned felé a figyelmedet, kérdőt arra, hogy ettől a naptól segítse az utadat, hiszen ki, ha ő nem tud mindent, mert ő te vagy. Az idő is egy illúzió. Nincs jelentősége, hogy mikor történnek meg a dolgok. Teljesen lényegtelen. Persze bizonyos szempontban szükség van erre az illúzióra, mert oly értékes mindaz a tapasztalás, amiben részed van, és hogy általa nem keverednek össze a dolgok. De rövidesen túljutunk, és túljutsz ezen az illúzión. Találkozunk az örökké valóságban, amelyben mindannyian egyek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ünnepre van okunk, hogy mi fog történni december 21-én, sokszor teszik fel ezt a kérdést, én erre azt válaszolom, de hát már oly régóta történik. Oly régóta történik mindez. Ne foglalkozz embertársaiddal, nem tudsz nekik segíteni, egyetlen egy dologgal, a példamutatással. És hidd el, hogyha benned növekszik a fény, és kiárad a fény, a harmónia és a szeretet, ő lesz az első, aki meg fogja kérdezni, de mondd el, hogy csinálod? Teljességgel el kell rohadnia a magnak ahhoz, hogy a fa növekedésnek induljon. Ennek a fizikai síknak, fizikai világnak teljességgel le kell omlania. Most mi az, amit sajnálsz? Van bármi, amit sajnálsz? Csak olyat veszhetsz el, ami soha nem volt a tiéd. Engedd, hagyd magad, előbb szabadulsz, élvezd ezt a csodálatos utazást. Oly erős az energia és a rezgés szint, és annyira felgyorsultak a dolgok. Nagyon fontos, már érted és tudod a múlt elengedését, és a jövőd aggodalmainak a föloldását, és a spontaneitás, amelyben mindig megkapod a megfelelő választ és a megfelelő útmutatást. Nincs már miért tervezned ilyen, hogy munkahelye, meg egyéb ilyen jellegű dolgok. Bizony azzal tudod segíteni még a felemelkedést, hogy az életed területeiben elengedsz minden olyan cselekedetedet, tevékenységedet, ami nehézséggel jár, és úgymond
nem érzed jól magad benne, nagyon káros. Add meg magadnak azt, hogy megérkezzen az az új energia, ugyanis a ragaszkodásaiddal bezárod az új energia beáramlásának esélyét. Hiába veszel új ruhákat, ha tele a szekrényed, bizony ki kell pakolnunk mind azon tendenciák, berögzültségünk összességét, ami már nem használ nekünk. Ahogy egyedül születtél és érkeztél, mindenki teljesen egyedül tudja csak megcsinálni majd ezt a transfigurációt. Lehet, hogy most a karmikus létben vannak veled gyermekeid, szeretteid, de hát nem tudhatod, lehet, hogy pont a te gyermeked lényegesen öregebb lélek, mint te magad. Nem tartozol senki és senki felé felelősséggel. Ami benned van, az bűntudat és félelem. Engedd el. A szeretet nem tud növekedni bűntudatban és félelemben. Minden, amit hiányból teszel, az hiányt fog teremteni. Nincs kötelesség, nincs rész. A legnagyobb érték te magad vagy. És ha szeretetről beszélünk, akkor bizony akkor tudod a legnagyobb értéket adni, hogyha te magad rendben vagy. Nem csak a ragaszkodásaidat kell elengedned, hanem lehet, hogy a múltból, előző életekből hoztál olyan karmikus bevállalásokat, amely úgymond félelem a jótól, a változástól, az öröm állapotától, a boldogságtól. Bizony, ami előtt állunk, az egy oly határtalan felfokozottság, amelyet én úgy hívok, hogy szinte egy kozmikus orgazmus állapota. Hívhatjuk megvilágosodásnak is. A magyar nyelv oly szépen kifejezi, hogy megboldogult, ő már boldogságos állapotában van, és bizony nem kell, hogy elveszítsd a fizikai testedet, mert az elkövetkező időkben sejtszinten történik meg az az átlényegülés, amelyben teljességgel átviheted önmagad azt, aki vagy. A legnagyobb feladat a teremtésben a te önvalód, és ez a te felelősséged. Semmi más felelősséggel nem tartozol. Csak a szeretet, persze a feltétel nélküli szeretet. De mivel ez a fény és ez az eszencia benned van, ezt csak könnyedséggel tudod adni. Nem is kell adnod, mert alapvetően oly határtalanul kiterjed és kiárad belőled. Persze ez megint egy lényege van, a jelenlét, hogy törekedj arra, hogy a mindennapjaidban minél többször, sőt, légy mindig a jelenben, a jelenlétben. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, volt idő, amikor rákos betegekkel foglalkoztam, és az utolsó napjaikban, vagy az utolsó óráikban volt, hogy ott ültem az ágya szélén, és amikor távozik egy lélek, akkor még hogyha le is hibernálták bizonyos morfin és egyéb dolgokkal, nagyon megtisztul az utolsó pillanatokban. És bizony többször tapasztaltam, mondok egy példát, hogy volt egy 57 éves pedagógus hölgy, ott ülök az ágyánál, és mondja, hogy ej Szabolcs, leéltem az egész életemet, az egész környezetem mindenki, mint a házasságnak gondolta, és fogalmam nincs, ki az az ember, aki az én férjem. Több évtizede minden reggel mellette ébredtem, minden este mellette hajtottam le a fejemet, és azt se tudom, hogy ki ő, mert nem voltam jelen. Oly értékes az élet, hiszen ha jelenlétben vagy, egy dolgot tapasztalhatsz, a jelenlétben minden harmóniában van, a jelenlétben minden rendben van. Aggódsz most, hogy nincsenek kifizetve a sárga csekkjeid? Emlékezz, a gondot megoldani nem leszel képes, de fel tudod oldani, a viszonyt tudod feloldani. És ha feloldod a viszonyt, és elfordítod a figyelmedet,
mivel sejtszinten kódolva van beléd a regeneráció, a gyógyulás, a kiteljesedés folyamata, emelkedni fog a rezgésszinted, és azon dolgok összességet fogod bevonzani, amelyek könnyedséggel járnak, és örömödet leled benne, amelyben a dolgok rendeződnek, hiszen a dolgok önmaguk által sem nem rosszak, sem nem jók, egyik sem, azaz mindkettő, tehát te döntöd el, hogy mit élsz és mit választasz, te határozod meg a dolgokat. Tudatosítsd magadban, hogy minden most kezdődik el. Legyen ez a hely, amikor kilépsz az ajtón, egy olyan varázskapu, amelyben végleg magad mögött hagyod a kettősségeidet és a kétségeidet, és egy csodálatos világ vár téged, oly határtalan tapasztalások és megélések, embertársaid öröme és a szeretet, mindaz, ami összefűz bennünket. Találkozunk az örökké valóságban, amelyben mindannyian egyek vagyunk, és hidd el, már most az vagy, akinek lenned kell. Én azt gondolom, hogy ünnepeljünk, és ne felejtsd a mágikus ajtókát, tehát hogyha elhagyod ezt a szent teret, akkor úgy térj haza, hogy akivel találkozol, most látod életedben először. Lehet, hogy nem látod többször. Add meg neki azt a lehetőséget, hogy jól megszeretgeted. Engedd áramolni a lényedből a fényt, szívedből a szeretetet. Hiszen valahol mélyen legbelül tudom, hogy tudod, hogy alig várod, hogy megnyisd végre a szívedet. Lehet, hogy te vagy az utolsó csepp a pohárban, ami ahhoz kell, hogy a kritikus tömeg létrejöjjön. Úgyhogy emelkedj, kérlek. Legyünk részesei együtt ennek a csodálatos felemelkedésnek, és ünnepeljünk, mert van miért. Köszönöm, hogy itt lehettem, hogy meghallgattatok. Ne felejtsétek, a tiszta fényben és örökké valóságban mindannyian egyek vagyunk, és összetartozunk.